Először is nagyon örülünk neki, hogy ismét itt látunk Dunaújvárosban. Én egy picit szeretném, hogyha el is vonatkoztatnánk itt az első kérdésnél a mérkőzéstől, hiszen sokan nem tudják a tévénézők közül szerintem azt, hogy mi a kapcsolat köztetés Dunaújváros között. Egy kicsit mondanál róla nekünk erről pár szót? Hát régen volt, igazából én itt születtem, itt nőttem föl, ide jártam iskolába, gimnáziumba, a klászba, jutottam el egészen a Novák Dezső alatt az első csoport keretéig, aztán továbbtolás mellett döntöttem, és aztán elkanyarodtam itthonról. Az apukámon még nem ment nyugdíjba, addig ugye a Dunai Vasműbe hát komoly beosztásban volt, és amikor már végeztünk én is, meg az öcsém is, ugye szintén idevalósi, akkor ők is elköltöztek Kaposvár környékére. Úgyhogy onnantól már csak a baráti kapcsolataim maradtak meg itthon. Igen, és ezek a baráti kapcsolatok megmaradtak régebben is, amikor még ugye felsőbb osztályban játszotta egymással a két csapat. Szóval Lengyel Ferivel azért azt gondolom, hogy nagyon jó baráti kapcsolatod van. Tartod még egyébként Ferivel a kapcsolatot? Van még valami köztetek? Igazából mi nem játszottunk együtt, mert én már korábban elkerültem, de hát a Ferivel együtt jártunk a Pro Licence-re, úgyhogy a jó viszony megvan. De ő is Pakson éli most az életét, és hát ilyenkor kevesebb a kapcsolat, hogyha van olyan edzői továbbképzés, vagy valami, akkor természetesen beszélünk. Akkor térjünk rá a mai mérkőzésre, aminek a végén mi nagyon örültünk itt a Dunaújvárosban, hiszen ma olyannak láttuk a dunaújvárosi csapatot, hogy nem látszott a két osztály különbségén, azt gondolom a mérkőzésen, a csapatod és a Dunaújváros között. Te hogyan ítéled ezt meg? Hát először is gratulálok az egy csapatnak. Ugye ez csak papíron két osztály különbség. Tehát a játékosok NB1-es mérkőzéseink a számát, ha tekintjük, akkor nem biztos, hogy sok az eltérés a két csapat között, tehát ezért ezt szeretném kihangsúlyozni. De természetesen fel is készültünk arra, hogy meg komplet kerettel jöttünk, komplet csapat, egy-két kivétel volt, akinek sérülése volt. Felkészültünk arra, hogy nehéz meccs lesz, felkészültünk arra, hogy egy hiba adott esetben végzetes is lehet. És ezt az egy hibát hoztuk. Korán jött a gól, de én abban hittem, hogy fölöröljük a hazai csapatot, mert azért lehetett látni, hogy 85 percig, vagy nem tudom, mi nálunk volt a labda, mi próbálkoztunk, nyomtuk, szereltünk, mentünk, de nem volt meg a kellő higgadtság, és a kellő bölcsesség a végső döntések meghozatalában. Már a másik percben ugye gólt kaptunk volna, aztán és így tovább, nem volt kellő higgadtság a játékosokban, és onnantól kezdve, amikor meg már nem kaptunk meg, én megítélésem szerint, én remélem nem haragszanak meg rám, legalább két 11-est, jogos 11-est, akkor meg már elalkodott a pánik, és nem jött a játék úgy, hogy kellett volna. Igen, többször kérted ezt a játékosoktól, hogy nyugodtan, higgadtan oldják meg a feladatot, és én is így éreztem, hogy amikor már a 16-oson belül voltak, akkor talán arra törekedett egy-két játékosod, hogy minél hamarabb 11-es gyanús helyzetbe jusson oda. És nem jöttek úgy az utolsó passzok talán, mint ahogy azok szoktak. Ugye egy betömörülő védelem ellen nehéz, főleg a pálya, nem akarom, de nem volt most talán annyira jó az eső miatt, mint nem miatt, tehát nem lehet ilyen kis passzos játékot játszogatni. Itt arra kell törekedni, hogy ott esetben egy az egyes párharcokat az ember megnyerje. Az egy az egyes párharcban van benne a szabadrugás, meg van meg adott esetben a büntető. Mint ahogy a Dunaújvárosban is a Bozzol erre lazírozott, és teljesen jól csinálta. Mi is megcsináltuk, csak mi nem kaptuk meg itt a 11-est. Nem emiatt estünk ki, még egyszer mondom, amiatt, mert nem tudtuk megoldani a feladatot, de mivel a játék tudásában nincs két osztálykülönbség a két csapat között, ezért ilyen mérkőzés befolyásoló szituációk nem jönnek jól. Viszont a Dunaújvárosnak nagyon jó jött, hogy most a legjobb 16 közé kerülhetett, hiszen valahol ez a célja is volt, hogy az NB2-be szeretnék feljutni. De most hogyan látod a Dunaújváros játékát? Van benne fantázia szerint, hogy oda tudjon kerülni ilyen játékkal, vagy ilyen hozzáállással a csapat egy felső osztályba? Nagyon szomorú volt, amit az elmúlt időszakban, hogy idáig lehetett jutni. Tehát egy olyan városból, ahol öröm volt gyereknek lenni, ahol a sport akár a nevelő hatásánál, akár az eredményességénél fogva generációkat hozott össze Dunaújvárosba,
és borzasztó volt látni kívülről, hogy, hogy vannak emberek, politikusok, nem tudom kik, akik, akiknek a nincsen ráhatása arra, hogy, hogy egy ilyen érték, ami itt felhalmozódott, az, az nem menjen tönkre. Tönkrement, annak örülök most, hogy, hogy esetleg lesz, lesz megint csapat, hogy lesz mögötte politikai támogatás remélhetőleg, mert nem maradt a Dunajváros szerintem másod vagy első osztályú futball nélkül. Az, ahogy higgadtan tudsz mindig beszélni, és a játékvezetővel is ugyanilyen higgadt voltál végül is ott a pad mellett, amikor rád szólt. Ez talán az is benne van, hogy a Dunajvárosok nem véletlenül szurkolnak neked, és ez most tényleg neve tiszteletlenségnek vagy valamiféle közeledésnek a részünkről. De én úgy érzem, hogy te a Dunajvárosok szemében bármelyik csapat mellett vagy, mindig szurkolást kapsz innen tőlünk. Most nem tudom, hogy te ezt mennyire érzed, vagy mennyire nem, de akkor, amikor mondjuk egy zöldfehér csapatnál Pestán ott vagy edző, mi még akkor is tudtunk neked szurkolni. Te érzed valahol ezt a támogatást a vidék részéről, mint edző? Igazából ugye régen megszakadt a kapcsolat Itóról, soha nem is kerestük semmilyen vonatkozásban, tehát játékosként sem, amikor játszottam NB1-ben, meg edzőként sem. Tehát ilyen szempontból ezt nem érzem, hogy közvetlenül Itóról, itt barátaim révén persze jön támogatás, de azt érzem, hogy, hogy azért az emberek egy jelentős része nem feltétlenül a Dunajvárosra koncentrálva, de bízott bennem. És ugye azt a csapatot, amelyeket említetted ott, amikor oda mentem, 90%-ot fölött volt az elfogadottságom, és amikor meg eljöttem onnan, akkor is 75%, azt nem mindenki mondhatja el magáról, azt gondolom. De az ember ott tud csak jó munkát végezni, ahol tud azonosulni a körülményekkel. Kaposváron most már ugye eltöltöttem 28-30 évet, itthon eltöltöttem akkor 19-20-at, úgyhogy igazából azt hiszem, hogy ha megvan ez a támogatás, akkor, akkor az nagyon fontos azért is, mert a pestiek bizonyos szinten úgy gondolják, hogy, hogy hogy ők egy lépcsőfokkal följebb állnak a földről, úgyhogy azt hiszem, hogy szégyenkeznem nem kell, mondjuk az sem, amiatt sem, amit Kaposváron elértem, meg fölépítettünk ott egy csapatot, utánpótlást, meg mindent, és talán amiatt sem kell szégyenkeznem, hogy Euroligába játszottam azzal a csapattal, amelyiket említetted, mert sajnos most viszont elvéreztünk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szomorú vagyok. Viszont meg kívánunk nektek nagyon jó munkát az NB1-ben, és kívánjuk azt, hogy a 4 győzelem mellé jöjjön az 5., 6., 7. és a többi is. Nagyon nehéz sorozat előtt állunk, ugye Videoton, Paks, Ferencváros, MTK, Debrecen, tehát nagyon nehéz, és nekünk az Adios Győri meccs, ez egy lélegzetvételnyi szünet volt, nem több. És úgy gondoltam, hogy ez a mai meccsen elérhető siker. Ez tovább erősítette a csapatomat ahhoz, hogy, hogy stabilizáljuk magunkat az NB1-be. Talán a legalacsonyabb költségvetésünk van nekünk az NB1-be, nincsen komoly támogatónk, úgyhogy a mi klubunkban mindenki csinál mindent. A technikai vezetői munkától, tehát három edző viszi az NB1-es meg az NB2-es csapatot együtt. Tehát más világban, mint gazdag kluboknál. Úgyhogy ránk fér mindenféle jó kívánság. Én is szeretném azt, hogyha a Dunajváros minél előbb másodosztályba vagy az első osztályba kerülne. Köszönöm szépen. És köszönöm. Köszönöm.